Üdvözlöm Önöket, a heti tévé híradóját látják. Belföld. Januártól teljes illetékmentességet biztosít a kormány azoknak, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolnak új vagy használt ingatlant, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin azt mondta, hogy ez egy 50 millió forintos ingatlan esetében 2 millió forint megtakarítást jelent. A családok így az áfa csökkentéssel és az áfamentességgel együtt 15,5 millió forintot spórolhatnak meg. Az illetéket nem utólag kapják vissza a vásárlók, hanem egyáltalán nem kell megfizetniük. Hozzátettem, mivel a csokot egyedülálló szülők is igényelhetik, a lehetőség rájuk is érvényes. A miniszter arra a kérdésre, hogy mennyi forrást biztosít a kormány, erre azt felelte, a program felülről nyitott, annyi pénzt nyújtanak, amennyire igény lesz. Magyarország az Egészségügyi Világszervezet elemzése alapján az európai középmezőnyben van a fertőzöttek és az elhunytak számát tekintve, mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hozzátette, Magyarország az 1 millió lakosra számított fertőzöttségben az Európai Unió 27 tagállama közül a 10., míg az elhunytak számát nézve a 14. helyen áll. Európai és világszerte emelkedőben van a fertőzöttek száma, és ez alól Magyarország sem kivétel. A szakember kérdésre válaszolva azt mondta, a gyerekeknek nem kell maszkot viselniük az iskolában, mivel ez rendkívüli többlet terhet róna rájuk, és nem is elvárható, hogy azt helyesen használják 6-8 órán keresztül. Az iskolákra hozott szabályok továbbra is érvényesek, az épületen belül is kerülni kell a csoportosulásokat, fontos a kézfertőtlenítés és a testhőmérsékletmérés. Müller Cecília közölte, az operatív törzs döntése értelmében jelenleg 40 óvodában és 13 iskolában van rendkívüli szünet, 117 osztályban és 15 iskolában digitális tanrendben tanulnak a diákok. A bolgár nemzetiség fontos és megbecsült része a magyar társadalomnak, hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután megbeszélést folytatott a bolgár miniszterelnök helyettessel, külügyminiszterrel. A Magyar Bolgár Barátság napján Szijjártó Péter azt mondta, hogy kollégája személyében nem csupán szövetségest, hanem barátot is köszönthet. Magyarországon elérték, hogy a bolgár nemzetiség képviselteti magát az országgyűlésben, 10 év alatt pedig 4-szeresére növelték a bolgároknak nyújtott támogatást, közölte a magyar miniszter. Új világ küszöbén állunk, mind gazdasági, mind politikai értelemben, jelentette ki hozzátéve, hogy sok kérdés köti össze a magyarokat és a bolgárokat. 135 igen és 26 nem szavazattal megválasztotta az országgyűlés Varga Zsolt András volt alkotmánybírót a kúria elnökének. A megválasztott elnök esküdtett. 2021. január 2-ától Darák Pétert váltja az elnöki poszton. Az alaptörvény szerint a kúria elnökét a bírák közül 9 évre a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés választja. Megválasztásához az országgyűlési képviselők 2/3-ának szavazata szükséges. A kúria következő elnöke 1968-ban született Marosvásárhelyen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett jogászként. 2012 óta egyetemi tanár, emellett katekét a lelkipásztori munkatárs. Több fővárosi ügyészségen is dolgozott, majd az országgyűlési biztos hivatalába került. 2 alkalommal összesen mintegy 10 éven át tevékenykedett a legfőbb ügyész helyetteseként. Varga Zsolt András kúriai elnöki megválasztását az Országos Bírói Tanács nem támogatta. Bár a tudományos területen szerzett érdemeit és a tágabban vett igazságszolgáltatásban szerzett tapasztalatát elismerték, nem vonatkoztathattak el attól a ténytől, hogy Varga korábban a bírósági szervezetrendszerben egyáltalán nem végzett ítélkezési tevékenységet, tárgyalótermi tapasztalattal nem rendelkezik, a peres ügyek és a bírósági igazgatás terén gyakorlati múltja nincs. Hétfő reggel 8 órakor a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói demonstrációt tartottak az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szemere utcai épülete előtt, ahol a színházi és filmes szakma nagyjai olvasták fel az SZFE hallgatóit és oktatóit támogató leveleket. Azért tiltakoztak, mert az ITM, az Egyetemet Fenntartó Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója másfél hónapja nem válaszolt követeléseikre. A pódiumon először Nagykálózi Eszter, Bánsági Ildikó és Hernádi Judit olvasta fel azt a több mint 40 világhírű művész által írt nyílt levelet, amely az egyetem autonómiája mellett foglal állást, és többek között Cate Blanchett, Helen Mirren és Eddie Redmayne színészek írták alá.
Reisz Gábor és Nagy Zoltán filmrendezők az SFF volt hallgatói több magyarországi egyetem levelét tolmácsolták, köztük az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem üzeneteit. Várja a véradók jelentkezését az Országos Vérellátó Szolgálat, amelynek szakmai főigazgató helyettese hangsúlyozta, ezen a héten a hosszú hétvége miatt kevesebb nap áll rendelkezésre véradásra, így még fontosabb, hogy a napokban minél többen jelentkezzenek. Nagy Sándor elmondta, a rossz idő és a fokozódó járványhelyzet miatt közepesen alakult a múlt heti véradások száma. Az elmúlt héten 181 helyszínen 7176-an jelentkeztek véradásra. A legeredményesebb helyszínen a Győri Regionális Vérellátó Központban 176 véradót regisztráltak. A kórházaktól átlagos mennyiségű 7400 vérkészítményre érkezett igény. Jelenleg is 58 helyszínen szerveznek véradásokat országszerte. A helyek és időpontok a www.ovs.hu és a véradás.hu oldalon követhetők, fűzte hozzá Nagy Sándor. Külföld. A francia rendőrség több tucat iszlám radikális otthonában tartott razziát, miután pénteken lefejeztek egy Mohamed karikatúrákat bemutató tanárt Párizs elővárosában, írja a BBC. A cikk szerint ők nem vettek részt a terrortámadás előkészítésében, hanem támogató üzeneteket küldtek a gyilkosnak. A tettest egyébként lelőtték a rendőrök nem sokkal a támadás után. Gérard Darmanin belügyminiszter azt közölte, a razziák azt üzenik, hogy nincs haladék a köztársaság ellenségeinek. Egyúttal jelezte, a rajtaütések várhatóan a héten folytatódni fognak. Tájékoztatása szerint a rendőrség 80 embert fog első körben kihallgatni. Róluk azt sejtik, hogy támogató üzeneteket küldtek a gyilkosnak. Több muszlim szervezet ellen is vizsgálat folyik. Erről az eljárásról a kormány azt közölte, ha kiderül ezekről az egyesületekről, hogy támogatják a gyűlöletkeltést, akkor megszüntetik az ilyen szerveződéseket. Minden szlovák állampolgárt antigéntesztnek vetnek alá. Az országos tesztelés a választásokhoz hasonló módon zajlik majd, tájékoztatott a szlovák kormányfő szombat délután. A nagyméretű akció e hétvégén kezdődne el. A tesztelések többségét két hét múlva tervezik elvégezni. Az állam mintegy 13 millió darabot rendelt az antigéntesztekből, amelyek eredménye már 15 perccel a mintavétel után kiértékelhető. Az állami tartalékalap már megkezdte a tesztek beszerzését. Szlovákiának valamivel több mint 5 millió lakosa van, a tesztelés alól azonban kivételt képeznek a 10 év alatti gyermekek. Igor Mátovic szerint az egész országban mintegy 6000 tesztelési helyet alakítanak ki, a szám lényegében megfelel a választói körzetek számának. Egy-egy tesztelőhelyen átlagban 7 emberre lesz szükség. Az akció lebonyolításába a hadsereget is bevonják. Romániában a súlyos állapotban lévő koronavírus fertőzöttek számára elkülönített kórházi helyek 75%-a betelt, figyelmeztetett Ludovik Orbán miniszterelnök. A kormányfő a B1 hírtelevíziónak elmondta, az elmúlt időszakban folyamatosan növelték az ágyak és lélegeztetőgépek számát a COVID kórházak intenzív osztályain, és most további kórházakban különítenek el részlegeket a fertőzöttek számára, de az egészségügyi rendszer befogadó képességét nem lehet jelentősen növelni, mert nincs elég szakorvos. Orbán rámutatott, az intenzív osztályokon nem minden koronavírusos beteg szorul lélegeztetőgépre, ezért az ilyen esetek számára átmeneti osztályok kialakítását tervezik, hogy felszabadítsanak helyeket az intenzív osztályokon azok számára, akik nem tudnak már önállóan lélegezni. Rendkívüli támogatást kaphatnak a holokauszt túlélői a német államtól a koronavírus világjárvány miatt. A holokauszt túlélők fokozottan veszélyeztetett csoportot alkotnak, nem csak magas életkoruk miatt, hanem azért is, mert a náci diktatúra idején elszenvedett üldöztetés révén sokan eleve egészségi gondokkal küszködnek. Az új típusú koronavírus így különösen súlyosan fenyegeti a Shoah túlélőit, Németország pedig a világjárvány idején is vállalja a nemzetszocialista rezsim jogsértései iránti történelmi felelősségét, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca a Németországgal szembeni zsidó anyagi követelések konferenciájával kötött megállapodás alapján csak nem 600 millió eurót különít el. Az alapból fejenként két év alatt 2400 euró utalható ki mindazok számára,
akik eddig csak egyszer kaptak rendkívüli támogatást Németországtól. A jogosultak számát 240 ezerre becsülik. Izraelben újra országszerte tüntetéseket tartottak Benjamin Netanyahu miniszterelnök ellen. A vele szemben felhozott korrupciós vádak és kormányának koronavírus járvány kezelése miatt. A jeruzsálemi demonstráció a kormányfői rezidencia melletti Párizs téren ismét letartóztatásokkal és tömegoszlatással ért véget. A megmozdulás a szokásosnál később kezdődött, mert a rendőrség a város bejáratánál felállított ellenőrzőpontokkal késleltette az emberek odajutását. A szervező Fekete Zászlós Mozgalom közlése szerint országszerte mintegy 260 ezeren tüntettek Netanyahu politikája ellen, összesen mintegy 1275 helyszínen. Gazdasággal folytatjuk. A cseh kormány 500 millió koronával fogja támogatni a koronavírus járvány következtében súlyos károkat szenvedett utazási irodákat, ügynökségeket és idegenvezetőket, közölte Klára Dostálová regionális fejlesztési miniszter. Kormányzati információk szerint az utazási irodák idei tervezett bevételeik legfeljebb 2,75%-áig kaphatnak támogatást. Az idegenvezetők 50 ezer koronás támogatást kérhetnek, amennyiben legalább 10 órás ingyenes szolgáltatást nyújtanak valamilyen oktatási intézménynek. Az utazási irodák Csehországban mintegy 14 ezer embernek biztosítanak munkát. És most a várható időjárásról. Ma északnyugaton megélénkül a déli szél, másutt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A reggeli kötfoltok feloszlását követően túlnyomóan derült vagy szűrt napsütéses időre lehet számítani. Északkeleten lehet tartósabb párásság, illetve réteg felhőzet. Eső nem várható, kissé emelkedik a hőmérséklet. Északa csillagfényes, eseménytelen idő lesz, néhol kötfoltokkal. A hőmérséklet jellemző átlaga reggel 3 és 6, délután pedig 13 és 16 fok körül alakul. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Szép napot és estét kívánok, viszontlátásra!